Ez a mesés extenzív halastó Soponyától alig néhány kilométerre a Sárvíz tájvédelmi körzet déli részén található. A második legnagyobb tóegység a területen, és mint ahogy az látszik is, rendkívül változatos és gazdag madárvilág jellemzi. Ami nagyon fontos, hogy a természetvédelmi szempontból, hogy egy kiváló madár élőhelyről van szó, azt kell tudni, hogy Fejér megye legfontosabb madárvonuló útvonal az a területen keresztül húzódik. Gyakorlatilag egy autópálya madaraknak, nagyjából egy jobbra-balra, tehát a Sárvíz vonalától folyik a madárvonulásnak a zöme, tehát egészen ritka fajok is felbukkannak, főleg vonulási időszakban tavasszal és ősszel. Ezúttal sütkérező nyári ludak és a Magyar Természetvédelem címerállataként elhíresült nagy kócsagok is szép számban jelentek meg a tóparton. Hogy miért lett ő címermadár, az is fontos elmondani. 1924-ben az akkori kormányunk hozott egy olyan rendeletet, amely megtiltotta a nagykócsak fészkelőhelyének háborgatását, illetve magának a fajnak a vadászatát. Ugye sajnos odáig jutott akkoriban a helyzet, hogy szinte kipusztult az országból. Mindössze 50 pár nagykócsak maradt a Kis-Balaton területén, és annyira sikeres volt ugye ez a védelmi intézkedés, hogy manapság, tehát közel 100 év elteltével már 100-szor annyi nagykócsagot láthatunk vizeinken, tehát több mint 5000 pár fészkel jelenleg hazánkban. Ő pedig itt Zsófi, a Pákos-Sukurói Arborétum és Vadaspark sztárja. Az egyik legbarátságosabb és legközvetlenebb állat ezen a mintegy 96 hektáros területen. A Budakeszi Vadasparkból került ide nem is olyan régen, és minden jel arra utal, hogy nagyon jól érzi magát. Mind az arborétum, mind a Vadaspark egy ismeretterjesztő, oktatási célra létrejövő létesítmény, és nagyon közkedvelt a látogatók körében, pláne mióta tényleg a élő állatokat is lehet látni, mert azért azt tapasztaltuk, hogy a növények is érdekesek a látogatók számára, de szívesen mennek oda, ahol élő állattal találkoznak. Csak úgy, mint az innen 40 kilométerre található Soponyán. Itt a Pákoszt és Sukoró határában elterülő vadasparkban rendszeresen tartanak környezeti foglalkozásokat gyerekeknek. Nekünk is az a tapasztalatunk, hogy a mai gyereknek már elég nehéz lekötni a figyelmét, és hosszasan nem is lehet, és mindig kell valamit a kezébe adni, amit megnyomhat, amit megnézhet, amit megfoghat. Egyébként úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a gyerek megfoghassa, megszagolhassa, megízlelhesse, tehát hogy az érzékszerveit használja, mert mindez a tapasztalati ismeretszerzés az, ami mondjuk egy tanteremben nem tud megvalósulni, itt viszont meg tud kint az erdőben, és azt gondolom, hogy az erdő az egyik tényleg legjobb oktatóterem, mert itt mindennel találkozhat, és hogyha velünk környezeti nevelőkkel vannak, akkor mi tudjuk, hogy az adott helyszínnek melyek azok a részei, ahova be tudjuk őket vinni, és biztosan fog olyan dolgot látni, egy virágzó növényt, amit lehet, hogyha ő magától kimegy az erdőbe, nem feltétlenül vesz észre. A Vadasparkban az interaktív oktatótáblák mellett két napelemekkel felszerelt röpde is van. Számos egzotikus és őshonos madár fajlakja ezeket, a napenergiát pedig a villanypásztor működtetéséhez hasznosítják. Különösen izgalmas helyszín természetvédelmi szempontból a Vadaspark teljes területe és a környéke is. A Velencei hegység és a részét képező Mészekhegy, ugye? Ez egy gránit alapú, egy vulkanikus kőzettel ellátott hegység. Szikláskőves vásztalaj jellemző alapvetően a területen. Nagyon vékony, tehát sekély termőréteggel rendelkezik a terület, ami azt jelenti, hogy a fák növekedése az korlátozott. Tehát más arborétumokkal összevetve, mondjuk az írci, vagy az alcsúki, vagy a szarvasival, tehát teljesen más termőviszonyok állnak fönt, és így nagyjából 10 méterben maximalizálódik a fáknak a növekedése. Tehát egyszerűen a talaj nem engedi jobban. Épp egy évvel ezelőtt adták át a nagy közönség előtt a Vadasparkot. Az arborétum azonban már 1990 óta várja a természetvédelem és a növényvilág iránt érdeklődőket. A klímaváltozás hatásai pedig, csak úgy, mint az ország többi pontján, itt is érezhetők. A csapadék viszony az meg a másik fontos dolog, ugye olyan nagyjából olyan 500-550 mm per év az átlagos csapadékmennyiség. Ugye a klímaváltozás is hát nagyon lassan, de érezteti a hatását. Ugye ez mondjuk egy százalékban lehet jól látni majd igazából, hogy történik. A csapadék mennyiség nagyjából egyébként évről évre az hasonló, lehet, hogy egy picit csökken, de az eloszlás, ami a döntő itt igazából, hogy egyszerre sok eső zúdul le, máskor pedig alig van, tehát hosszabb aszályos időszak következik.
A Velencei tó környékén a Vadex ZRT munkatársai mintegy 1500 hektárnyi erdőt telepítettek a 60-as években a klímajavítása és a közjóléti célok érdekében. Ennek hatásait élvezhetik ma is az itt kirándulók.